Sziasztok, itt vagyunk Murjanikővel, a Glamour díját adom. Kivel érkeztél? Én a menedzseremmel érkeztem, Pusztai Olivérrel. És mit szólsz ahhoz, hogy Veca lett a legjobb énekesnő? Én gratulálok neki, és ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Én remélem, hogy jövőre engem is jelölnek, és hát, ha nagy érdemű, engem választ majd a legjobb női énekesnek. Ha ezért egy évet kell várni, ám legyen, hát az X-Faktorért is egy évet vártam. Reméljük, hogy így lesz, mert én is úgy gondolom, hogy megérdemelnéd. Ugye sokat dolgozol, megjelent az új dalod, mikor készül hozzá klip? Egyébként ez érdekes dolog, mert ma van azt hiszem csütörtök, és vasárnap készül videóklip, tehát gyakorlatilag pár napon belül elkészül az új klip az új dalhoz. Úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, nagyon-nagyon várom, már elkezdődtek a kamerás próbák, és furcsa mód, de ott fogjuk forgatni a videoklipet, ahol gyakorlatilag az X-Faktort átértem, tehát az RTL Klub 3-as stúdiójában fog ez forogni, úgyhogy én nagyon-nagyon izgulok már, hogy mi lesz, hogy lesz, meg én még nem csináltam ilyet, és ez nekem ez egy nagy dolog. És mit lehet még tudni a klipről? Milyen témájú lesz? Nem szeretnék nagy-nagy titkokat elárulni, lesz benne nyilván táncos rész, lesz benne olyan rész, amikor a pasikkal is vagyok egy kicsit, de ennél többet nem szeretnék elárulni. Kicsit másmilyen lesz, mint az eddig megszokott klippek. Szerettük volna belehozni a nyugatias dolgokat is ebbe a dologba, és szerettünk volna nyilván olyanokat is csinálni, amit még talán a világon sehol senki nem csinált. Kíváncsian várjuk. Említetted a pasikat, velük mi a helyzet? Velük semmi. Egyelőre el vagyok. Ugye a Posta Viktorral összehoztak engem így a címlapok, meg mindenki. Igen, el kell áruljam, volt néhány randi, de sajnos nem jött össze a dolog, de barátok vagyunk, nagyon szeretjük egymást, mint embert. És el vagyok most igazából, köszönöm, de jól vagyok. Ilyen színház, rengeteg fellépésed, hogy jut időd ismerkedni, fasizni? Figyelj, most én ezt egyelőre elfogadtam, hogy ez most így van. Én nyitott vagyok arra, hogy bárki jön, és bárki szeretne ismerkedni. Ezzel nincsen semmi gond, sőt, én ennek örülök, hogyha bárki meg akar engem ismerni. De azért óvatosan tapogatózom. Tehát az a helyzet, hogy kicsit megváltozott így az életem ilyen szempontból. Most már nem mindegy, hogy furcsa ezt kimondani, de nem mindegy, hogy kivel ismerkedik az ember. Sose lehet tudni, hogy ki milyen. Óvatosan tapogatózom én is, és azt gondolom, hogy ha a nagy ő engem meg akar találni, akkor idejében meg fog találni. És volt-e már olyan, aki a közismert Murjanikőt akarta végül is meghódítani? Természetesen volt. Ez egy elég durva dolgokig fajult el, és ennek lett is következménye. Erről talán majd egy másik interjú alkalmával elmesélem nektek, hogy mi volt, de hál' Istennek minden rendben van. És nagy koncert várható-e valamikor? Nagy koncert? Hát igen, ez egy érdekes dolog, hiszen most akkor bejelentem nektek elsőként, hogy a nagy lemez, amit mi augusztus végére terveztünk, az májusban fog megjelenni. Ez számunkra is egy nagyon friss és nagyon új dolog, úgyhogy még mi is feldolgozzuk ezt az információt. De azt gondolom, hogy merni kell merészet álmodni, nagyot alkotni. Azt gondolom, hogy enélkül ez a világ ez nem működne, ez a pop világ. És hát természetesen, ahogy megjelenik a nagy lemez, mi tervezünk egy nagyobb koncertet, nem feltétlenül egy arénát, de szeretnénk olyan maradandó dolgot adni a nagy közönségnek, természetesen nem csak azoknak, akik szavaztak rám, hanem akik kíváncsiak rám. Úgyhogy izgalommal várom, hogy mik lesznek még a további hónapok fejleményei, és nagyon-nagyon örülök annak egyébként, hogy átélhetem ezeket a dolgokat, mert azt gondolom, hogy nagyon kevesen vagyunk így, akik ezt, például gondolok azokra, akik mondjuk 24-ig jutottak, és nem kerültek tovább az élősóba. Ez egy nagyon nagy dolog, és én nagyon hálás is vagyok ezért a jó Istennek, aki fentről ugye vigyáz ránk. Úgyhogy igen, ez egy nagyon szép dolog, és hát tervezzük bizony a nagy koncertet. Várjuk egyébként a koncertet és a lemezt is, és sok sikert kívánunk a továbbiakban. Hogy el is jöttök rá egyébként. Na, nehogy elmegyünk. Most meghívom a Divatikon stábját az én első nagy koncertemre, úgyhogy várlak titeket sok szeretettel. Köszönjük szépen, ott leszünk. Köszi szépen is. Ne kapcsolj el, különben lemaradsz életed legjobb lehetőségéről. Legyenek neked is sztárfotóid.
www.kaszásbence.hu, www.objektivfoto.hu. Tetszett ez a riport? Szeretnél még többet látni? Akarsz értesülni a legfrissebb újdonságokról? Kövess minket a Facebookon is, facebook.com/divatikon. Média partnerünk,